kiállítást nyílt a Hevesi Sándor általános iskola diákjainak legjobb alkotásaiból az intézmény galériájában. Összesen 436 különböző technikával készült képet tekinthettek meg az érdeklődők. Tanévenként 10 kiállítást tartanak az intézményben, évvégén hagyományosan a diákok munkáit mutatják be. Szabó Erzsébet igazgató úgy fogalmazott, erre a tárlatra készülnek a leginkább, mivel a bemutatott alkotások üzenetként is szolgálnak egymás, illetve a felnőttek felé. A gyermeki lélek az még más, mint a felnőtt, ők még spontán nyilvánulnak meg az alkotásaikban is, és nagyon sok minden egy gyermekrajzból visszatükröződik, tehát a gyerek hangulata, a lelki világa, az, hogy a jelent hogy éli meg, hogy a pillanatnyi érzelmei milyenek, minden visszatükröződik a színek használatából, a képi megformálásból. Ez volt az iskola galériájának 33. kiállítási éve. Egy diák 80 alkotó munkáival ismerkedhet meg az általános iskolai évei alatt. Lengyák István szerint ezek az események a gyerekek kreativitására is hatással vannak, éppen emiatt a bőség zavarával is küzdenek a kiállított rajzok, festmények kiválasztásakor. Idén 436 alkotást tettünk ki a paravánokra, de természetesen nem fért ki az összes alkotás, amit a gyerekek szerettek volna viszont látni, azért, hogy megmutathassák a szüleiknek, az osztálytársaiknak, büszkék lehessenek arra, amit ebben az esztendőben csináltak. A megnyitót összekapcsolták az intézmény irodalmi vetélkedőjének diátadójával, amelyen a második, harmadik és negyedik osztályos diákok vettek részt. Külön elismerést kapott a nyolcadikos Körhöc Milán, aki zenészként és énekkarosként is folyamatosan közreműködött az iskola kulturális programjain. Én nagyon meglepődtem és nagyon megtisztelőnek találom, mert úgy gondolom, hogy amit itt csináltam ebben az iskolában, és aminek a része lehettem, az szerintem nagyon megtisztelő, és most, hogy így elmegyek, szerintem nagyon boldogan fogok visszaemlékezni arra, ami itt történt velem. A tanév utolsó kiállításának megnyitóját ezúttal is színesítette a Hevesisek kulturális műsora.